az én kapcsolatom a természettel az nagyon arisztokratikus, ami nagyjából annyiból áll, hogy ő nem talakszik be az én életembe, én pedig nem talakszom bele a természetbe. De a tenger az más, a tenger az nem természet, az nem lágyan hullámzó rét, meg csiripelő kismadarak és bárányfelhők. A tenger az kegyetlen, hatalmas, és hogy még egy közhelyet mondjak, végtelen. Az ember a fizikai valóságában éli meg a végtelent. Egyre inkább ez a végtelen érdekel. Sok olyan képen van, amin valamilyen módon köze van a tengerhez, és akkor kitaláltam, hogy legyen az a címe, hogy tengerre magyar. És akkor kicsit utána kotortam, hogy honnan is van ez az idézet, és megtaláltam egy Kossuth cikket 1846-ból, és az lett aztán a cikknek a címe, a kiállításom címe is, hogy tengerhez magyar, felkiáltója kisbetűvel tovább, el a tengerhez. Gyönyörű az egész Kossuth szöveg, egy picit fel akarok olvasni belőle. Tengerhez magyar, homokot porából, s fekete sarad ragadalmiból. Tengerhez magyar. Kit az örökké valóság emez arcképének szemlélete sem gyújt lelkesedésre, ki itt sem képes egy cseppjét merítni ama férfias határozottságnak, mely emberekből titánokat edz, az magát bízvást eltemetheti, neki ez élet többé nem való. Hát ez nagyon, ha én ilyet ki tudnék találni vagy festeni, hogy fekete sarad ragadalmiból, hát ez gyönyörű. Hát aztán így lett ez a kiállítás.